Önkormányzati gazdasági társaságok jóváhagyott beszámolói, elfogadott zárszámadási rendelet, díjtalan múzeumlátogatás helyi lakosoknak, 400 forintos kedvezményes havi bérlet a helyi buszjáraton és egy Trianon emlékpont koncepció terve. Döntések az áprilisi képviselőtestületi ülésen. Az ülés elején egy a várost és a térségünket érintő beruházásról, illetve annak tervezéséről számolt be a polgármester. Muraközi István egy minisztériumi egyeztetésről szólt, mely szerint az előkészítési munkálatok zajlanak egy Debrecen-Beretyújfalu Nagyvárad közötti vasútvonal fejlesztéséről és építéséről. Ez a beruházás csatlakozik a debreceni repülőtér és az ipari park vasút fejlesztéséhez, mely összeköttetésben lesz Nagyváraddal. A polgármester elmondta, a vonalnak összesen 3 megállója lesz, Nagyvárad, Beretyújfalu és Debrecen. A tervek szerint a menetidő 50 perces lesz a 160 km/h sebességű gyorsvasúton. Előkészítés alatt van, amely csatlakozik a debreceni ipari, illetve a reptér fejlesztéséhez kapcsolódó vasútfejlesztéshez, és ez összeköttetésben lesz Nagyváraddal. Hogy kapcsolódik ez Beretyújfalu, hogy a korábban a nyomvonal megváltoztatásával ugye a reptér, a déli ipari park és Derecskéig a régi úgynevezett 106-os nyomvonal mellett párhuzamosan fut, majd azt követően Beretyújfalu irányában egy teljesen új nyomvonalpár fog csatlakozni és eléri a települést, és nyugat felől kerüli meg, nagyjából a nyugati elkerülővel párhuzamosan fogja a települést érinteni, és becsatlakozik a vasútállomásba, ahonnan aztán már Nagyváradot érinti a vasútvonal. Hogy miért változott meg a nyomvonalterv? Egyértelmű, hogy a korábban a Püspökladány és Bihalkeresztes közötti vasútvonalnak a villamosítása olyan előrelépést jelentett, hogy már megérte Derecskétől Beretyújfalúig elhozni a vonalt, mert innentől kezdve, mivel már villamosította a pálya, így logikusnak tűnik, hogy Nagyvárad, Beretyújfalú és Debrecen összeköttetésbe legyen. Mi korábban egy úgynevezett tramtrén, egy elővárosi vonal volt tervben, most már ez megváltozott, ugye a két ország közötti tárgyalások eredményeképpen, ez egy nagy sebességű, közel 160 km/h gyors vasútnak az építésére alkalmas infrastruktúrát terveznek, aminek összesen 3 megállója lesz, Nagyvárad, Beretyújfalu és Debrecen. A Herpály Vagyonkezelő Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója és a 2024-es évre vonatkozó üzleti tervének jóváhagyása volt az első tárgyalt napirend. Az ülésen Zámbori Péter az elmúlt évvel kapcsolatban úgy fogalmazott, több szempontból is nehéz volt a vállalkozás számára. Az ügyvezető a továbbra is magas energiaárakkal kapcsolatban a távfűtés költségeit emelte ki, mely a lakosok a felhasználók oldalán nem jelenik meg, és ez komoly veszteséget okoz a cégnek. A korábbi évekhez viszonyítva 3-4-szeres árakon kapjuk a energiát. Ugye itt a távfűtésnél főleg a gázdíjra kell gondolni. Korábban 15-szörös áron kaptunk, ez most már csökkent, de még mindig 3-4-szerese a korábbi díjaknak, miközben mi ugye a lakosság irányába semmilyen emelést nem tudtunk megtenni. És itt le is írtam az anyagból, hogy a távfűtámogatás 99 millió forinttal kevesebb volt, mint amit terveztünk. A gáz mellett nagyon komoly áramdíjaink is vannak. Itt az önkormányzattal közösen minden új beruházásnál próbálunk ugye napelemes rendszert kialakítani. Ezek valahol teljes mértékben fedezik például már az áramdíjunkat, tehát az idei évtől már ebben már látjuk, hogy jelentős előrelépésünk van, de például a legnagyobb fogyasztási helyen a fürdőnél ez körülbelül egy 10-12%-os megtakarítást jelent. Ott a jelenlegi szabályozás szerint csak egy külön napelemparknak a kiépítésével tudnánk még jelentősebb áramot megtakarítani. Én a bizottsági ülésen is elmondtam, hogyha visszagondolok a tavalyi évre, akkor egyetlen egy dologban lehetett volna másképp cselekednem, de
ezzel kapcsolatban is nagyon tiszta a lelkiismeretem. A szakképzett munkaerőhöz való ragaszkodást írtam le. Én úgy gondolom, hogy a munkatársaim azok nem kalapok és sapkák, hogy amikor szükségünk van, akkor felteszem a fejemre, amikor meg nincs, akkor feldobom a előszobába a polcnak a tetejére. Megtartottuk őket. A vendéglátásban ez 6 embert jelentett. A korábbi években ugye ők a strand szezon végén el lettek bocsájtva, és majd március-április környékén lettek visszavéve. Ez havi 2,5 millió forint környéki összeget jelent. Tehát, hogyha itt számolok egy fél évvel, akkor ez is elég jelentős összeg. Néhány pozitívum is, ugye átadtuk a önkormányzattal közösen a fedettfürdő létesítményét, beadtuk a gyógyfürdő minősítést ezt az elmúlt napokban, tehát ennek is azért van egy viszonylag komoly adminisztrációs része. Tavaly év végén ugye a piacon megépült a vásárcsarnok, amit most már kezdenek mind a fogyasztók, mind a árusok megszokni. Átköltöztünk a vállalkozók házába, a Herpály most már ott fogadja az ügyfeleket, illetve a kempinget is a tavalyi évben előkészítettük. A múlt héten talán 2 hete megkaptuk rá most már az engedélyeket. Örömmel jelentem, hogy már az első vendégünk az egy Németországban élő namíbiai útlevéllel rendelkező ember volt, házaspár. Utána érkezett egy francia pár, jövő hétre pedig a romániai tavaszi szünet miatt már több lakókocsis is, illetve sátrazó is bejelentkezett. Én ezekből próbálok úgymond erőt meríteni, illetve hát azt vallom, hogy mezőgazdaságban is előbb el kell vetni a magokat, és akkor utána lehet majd azt gondozni, nevelgetni és aratni. A képviselők egybehangzó igennel fogadták el a beszámolót és az idei évre vonatkozó üzleti tervet is. A Berépo Nonprofit Kft. Elmúlt évről szóló beszámolóját is jóvá hagyták. Karajos Krisztina az előterjesztés kapcsán az ülésen elmondta, fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy Európa és Magyarország is egy előregedő társadalom, és ez növekvő feladatot jelent. Európa és Magyarország is egy előregedő társadalom. Ezzel együtt egy feladat megnövekszik, mégpedig az idős társadalomnak az ellátása. A Berépo Nonprofit Kft. Mint szociális szolgáltató azt gondolom, hogy kötelessége ezt a feladatot felismerni, és erre a feladatra megoldást javasolni, megoldást kínálni. Már csak azért is, mert mind az alaptörvényünk, mind pedig a szociális törvényünk egyértelműen fogalmaz, hogy mindenki felelős önmagáért, amennyiben önmagát nem tudja ellátni, akkor pedig a polgári törvénykönyv rokontartásra vonatkozó szabályai az irányadóak. Úgy gondolom, hogy ha önmagamért felelős vagyok, vagy egyeneságbeli rokonomért, akkor egy szolgáltatást is kell találjak, amit igénybe tudok venni. A Berépo Nonprofit Kft. Erre szeretne megoldást nyújtani az idősek otthona szolgáltatásnak az átalakításával, úgy, hogy ahogy a társadalom szerkezete is megváltozott, hogy vannak igények magasabb infrastruktúrával rendelkező szolgáltatásoknak az igénybevételére, illetve az egészségi állapotból adódó változásoknak a körülményei miatt speciális ellátásra, a mostani épületünknek az átalakításával erre kínálnánk egy megoldást. Ezt azonban teljes körűen önállóan nem tudjuk megoldani, ehhez mindenféleképpen külső segítségre van szükségünk, de be kell lássuk, hogy már itt van ez a feladat, és nem a jövőbeni feladat, hanem jelenlegi feladat, és az az 50 fős intézet, amit mi most jelen pillanatban működtetünk, az nem fogja a jövőben megoldani azt a feladatot, ami elénk tárul. Elfogadták és támogatták a képviselők a Bihari Múzeum helyi lakosok számára történő díjtalan látogathatóságáról szóló előterjesztést.
Török Péter, a múzeum szakmai vezetője az ülésen elmondta, az elmúlt időszak statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy a fizető látogatók több mint 90%-a nem helyi lakos. Arról is szólt, a Bihari Múzeum az idei évben ünnepli alapításának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból az idei városnapi ünnepi rendezvényekkel egy időben díjtalanul látogathatóak lesznek a múzeum kiállításai a helyi lakosok számára. A Bihari Múzeum új állandó kiállítását 2021. augusztus 20-án nyitottuk meg. 2021-ben 657-en látogatták meg a kiállítást, amelyből 161 fő volt a fizető látogató, 2022-ben 1517-en tekintették meg, amelyből 353-an váltottak jegyet, 2023-ban pedig 1077-en tekintették meg a kiállítást, és 467 fizető látogatónk volt. A fizető látogatók több mint 90%-a nem berettyóújfalui lakos, hanem általában előre szervezett csoportos látogatókat tudunk fogadni. És ugye itt mi Bihar szívében, ugye ez a Táj és az ember Helpájtól a faluvárosi című állandó kiállítással, ugye magát Berettyóújfalut és Bihart szeretnénk bemutatni, mind Berettyóújfalu, mind pedig az ide látogató turisták számára. És mi azt szeretnénk, hogy minél többen lássák és láthassák ezt a kiállítást, hiszen úgy gondoljuk, hogy méltóképpen képviseli Bihart és mutatja be annak értékeit. És ezért gondoltuk azt a Bihari Múzeummal, illetve a Berettyó Kultúra és Központtal, hogyha a képviselőtestület hozzájárul, hogy ezt a kiállítást a berettyóújfalui lakosok térítésmentesen tekinthessék meg. A város elmúlt évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletét is elfogadták az ülésen, melyet Dézsi Ferencné rendhagyónak nevezett. A pénzügyi iroda vezetője emlékeztetett, több mint 700 millió forint hiánnyal kezdték az évet, és ez az év végére nulla lett. Több mint 700 millió minusszal kezdtük az évet, annyi hiánnyal terveztünk, és év végére ez a hiány ez nulla lett. Ilyen évet nem sok önkormányzat tud zárni, mi szerintem még soha nem zártunk, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. Itt könyvvizsgával is mondta, akkor beszéltünk, hogy azért ez egy nagyon szép eredmény, igazán örülünk neki. Viszont az, hogy ezt az eredményt elérjük, nagyon sok mindennek történni kellett ebben az évben. Plusz támogatásokat kaptunk, ilyen plusz támogatás például az energia áraknak a támogatása, ez több mint 200 millió forint volt. Beadtuk a REKI pályázatunkat háromszor, ez a három támogatási igény mellett 98 millió forintos támogatásban részesültünk. Nagyon sok projektünk futott, de ennek ellenére működési volt a költségvetésünk, hiszen mind a bevételek, mind a kiadások a működési oldalra billentek át, bízunk benne, hogy a következő időszakokban is tudunk majd eredményesen gazdálkodni. Csarkó Imre képviselő kezdeményezésére és az erről szóló előterjesztés elfogadásával az önkormányzat nyílt alkotói pályázatot hirdet Berettyóújfalui Trianon emlékpont koncepció tervének kidolgozása tárgyában. Úgy gondolom, mint ahogy leírtam ugye már ebbe a kis galványba is, hogy Berettyóújfalu nagyon sok közterre rendelkezik olyan funkcióval, amely valamilyen megemlékezésre alkalmas. Ez a terület, amit én kinéztem gyakorlatilag, ez több okból lenne jó. Egyrésztől nagy terület, tehát elfér rajta egy ilyen kisebb-nagyobb emlékpont létrehozása. Másrésztől, ami nagyon sokszor probléma, hogy a megemlékezési pontjaink, lásd itt a szobor másik oldalon, akár a Kádár szobor is, akár a Népligetnél, Csónakházatónál kopjafák is, elég forgalmasak mentén fekszenek, és nagyon sokszor a megemlékezést az zavarja, hogy autók, motorok hangosan közlekednek. Ezen a ponton erről a nagy forgalomtól nem kellene tartani, tehát ilyen csendes emlékpont lenne. Illetve az is vezérelt még, hogy ami jelenleg ugye már Trianon megemlékezésre okot adó emlékmű a volt Vármegyeházán, az nem feltétlen Trianon, hanem inkább Trianon kivetülése következménye, gyakorlatilag így van, és úgy vélem, hogy a város még adós egy olyan pont létrehozásával, ami kifejezetten a trianoni katasztrófának állít emléket, és itt Biharban, Berettyóújfaluban, amely mind megyét tekintve, mind a települést tekintve Trianon különböző előjelekkel, de nagyon-nagyon érintett. Úgy vélem, hogy ez a település számára is, a város számára is, Bihar számára is, és az összmagyarság számára is egy méltó megemlékezésekre adna teret.
Felére csökken a helyi buszjárat kedvezményes havi bérletének ára. Valamennyi képviselő elfogadta azt a javaslatot, melyet az Enerabusz Kft. Is vállalt, hogy 2024. május 1-től a kedvezményes havi bérletek ára bruttó 400 forint lesz. Ez jelentős, 50%-os csökkentést jelent.